Hello, sziasztok! Ez itt a konzol.hu, én Ati vagyok, és ma szeretnék nektek beszélni a digitális kontra lemezes játékokról. Kibontani ezt a dolgot úgy, hogy nagyon sok kérdés merült fel sokakba, hogy melyik a jó, melyik a rossz. Ebbe szeretném most nektek segíteni. Akkor, hogyha üzleti szempontból próbáljuk megközelíteni a kérdést, akkor a cégeket nézzük, akkor ők is arra próbálnak rá menni, hogy minél kevesebb gyártási költséget kell nekik a játékokra elkölteni. Kvázi itt te meg tudod venni digitálisan a játékot. Igaz, még vannak a sztorban játékok, ami sokkal drágább, mint maga a lemezes kiadás. Erre is ki fogok térni, miért és miért olcsóbb XY játék pro kontra. De most akkor először beszélgessünk arról, hogy melyik a jobb, digitális vagy a lemezes. Ez igazából jelen pillanatban nem annyira égető kérdés, mert meg lehet kapni mind a kettő játékot, a nagy részüket lemezesen is és digitálisan is. Ezt igazából a játékos dönti el saját magába, hogy mit szeretne. Természetesen annak is van egy rituálé, amikor te elmész egy adott konzolboltba, megveszed a játékot, és otthon kibontod a celofánból, kiítul a kis tokot, benne van a kis füzet, már ha van benne füzet, hozzá plusz letöltőkódok, ilyen apró tartalmak, stb. Ugye tudjuk a macerát, már nem macera, mert ez valakinek például kint a polcán nagyon jól néz ki. Valaki például nem akarja azt, hogy sok helyet foglaljon, ugye fogja a port, stb. Ezt is lehet igazából, hogy porolom, nem porolom, stb. Ebben nem akarok most belemenni. A lényeg az, hogy van az a tábor, aki úgy szereti, ahogy van kivég a polcon, ott van a játéknak a gerince, gyönyörűen mutat. Igazából a régi motorosok nagyon jól tudják, miről beszélek, mert régen, amikor még nem voltak ezek a DLC-k, letöltő tartalom, akkor ott sorakozott a sok-sok játék. A mai korban már ott tartunk, hogy a digitális kor, sőt a játékokat gyártó cégek is azt súlykolják, hogy minden játékuk legyen digitális formában is elérhető. Természetesen a digitális játékoknak is megvan előnye, a hátránya, ugyanúgy, mint maga a fizikai lemezes formátumnak is megvan előnye és a hátránya. A hátránya a lemezesnek ugye az, hogy rosszul veszed ki a tokból, leesik, eltörik, megkarcolódik, sérül. Tehát itt igazából ezek meg esetleg ellopják, hogyha olyan helyzetbe kerülsz. Mondjuk mész egy hosszabb útra, teszem azt Indonéziába, összepakolod a kis konzolodat, a játékait, a lemezeidet, berakod a pakba, kiviszed, mit tudom, betörnek a szállodába, vagy a reptéren, vagy tököm tudja, hogy máshol voltak rakva a lemezek, azok eltűntek, kész kalap, kabát, az már nincs meg. Ellenben a digitális formátumot, hogyha te megveszed, az rajta marad a profilodon. Tehát azt maximum akkor veszíted el, hogyha vagy elfelejted a jelszót és az e-mailt, de akkor még mindig segítenek. Ugye felhívod a adott supportot, ők segítenek neked, pár kérdés után megadják a e-mailedet, amit megadta akkor a jelszót, akár jelszócserét is, tehát ilyenben nincsen probléma. A másik dolog, hogyha elmész mondjuk egy játékot megvenni boltba, akinek például gyorsabb az internete, lehet, hogy előbb megvan neki a játék a digitális formában, mint hogy elbattyog a helyi boltba, megveszi, hazamegy, berakja, feltelepíti. Ugye telepítésén még installálja magát, most már PS4-en, Xbox One-on is így működnek a játék, ezt mindenki tudja. Tehát ebben ezt akarom ugye kihozni, hogyha elmész te a boltba, megveszed, visszabattyogsz, buszozol, autózol, stb. Forgalom, nem tudom mi, lehet, hogy egy-másfél óra osztál eltelik azzal, hogy odamész vissza, és főleg most ilyen fasza idő van, hogy a csúszkának az utak, de helyette te otthon a kis kandalló mellett ücsörögsz a konzolod előtt, bepötyögöd a kódot, veszel egy, mit tűnt, ez a például a PS4 6000-es feltöltőt, blablabla, például nagyon jó akciók vannak, és akkor ezzel át is megyek a másik oldalra, amikor a mérleg a digitális felé len ki, mert hogy vannak nagyon jó akciók, elég brutális leállazások vannak most mindkét oldalon, Xbox fronton is és PS fronton is. Amik például a lemezes játékok ezt a tendenciát nem tudják követni. Tehát hiába is próbálják meg azt a kisboltok, nagyboltok megcsinálni, hogy a lemezeset nem tudják olyan szinten levinni az árokat, mint a store-ba például ilyen 50-60, sőt 70%-os kedvezmények is vannak, és nem rohadt régi játékokra, akár ilyen fél éves játékra is vannak sokszor akciók. Tehát ezekre érdemes lecsapni. És akkor ugye ott van, hogy a játék települt, ha elég gyors internetet mondom, akkor akár egy órán belül, vagy még kevesebben attól függ mekkora a játék, ugye hány gigás, mennyi neki a update, patchelgeti magát, stb. A lemezes játékot pedig mit tudom, megveszed
17 ezeré vagy 21 ezeré, attól függ hol veszed meg, attól függ milyen formában, tehát ugye meg lehet tenni digitálisan a játékot Collector's Editionbe, ami nem azt jelenti, hogy most te megvetted a szobrot, mert az rendben az adom, tehát az muszáj fizikailag megvenned. Viszont ami ahhoz tartozik plusz letöltő contentek, az benne lesz abba. És lehet, hogy olcsóbban veszed meg pár ezer forinttal, mint hogy te elmész a boltba. És attól függ, hogy neked ez mennyit ér meg, ami abban van szobor, nyaklánc, tököm tudja, kulcstartó, plakát, hogy az a plusz pár ezer forint neked megére annyit, plusz kirakod a polcodra, vagy pedig te ezt megveszed digitálisan, és ott van, és csak bekapcsolod a gépet, se lemezt nem kell berakni, tokból se, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kényelmi faktor, azt vesszük, luxus faktornak is mondták ezt pár évvel ezelőtt, most már annyira begyűrűzött ebbe a jelen konzol generációba, hogy azt mondjam, hogy most már sokkal a szélesebb körbe elterjedt a digitális játék, mint a fizikai formátum. És akkor természetesen ezzel a mondókában nem azt akarom kihozni, hogy most mindenki vegyen digitális játékot, mert tudom, hogy érződik rajta, én jó magam is inkább már digitális játékot veszek, mint lemezes formátumban. Mindenki nyugodjon meg, ez most nem azt jelenti, hogy most akkor hirtelen, gyorsan meg fog szűnni jövő héttől kezdve az összes fizikai formátum, és csak digitális lesz, de nagyon afelé megyünk. Tehát én nekem van egy olyan érzésem, a következő generáció már még jobban erre lesz kiélezve, és az nem azt jelenti, mint amikor ez a generáció miatt megjelent voltak a hülyeségek, hogy nem lesz benne fizikai meghajtó. És én szerintem a következő generációban is ugyanúgy lesznek benne Blu-ray meghajtó, de én azt gondolom, hogy a következő generációs játékok már lehet, hogy olyan szinten fognak megjelenni, például megveszed, mondjuk ez itt a GTA 5, de mondjuk megveszed majd a GTA 6-ot, ezt azt kinyitod, és ott lesz benne a kis mappába egy letöltőkód és a digitális játék is a lemez mellett ott lesz. Tehát én ezt tartanám jó ötletnek. Aztán, hogy a cégek ezt hogy gondolják, azt nem tudom. Másik oldal még az, ami a fizikai meghajtóval kapcsolatban, fizikai lemezekkel kapcsolatban, hogy a meghajtó sincs akkor nyüstölve, ugye. Tehát, ha a digitális játékot veszel, akkor a konzolodnak is hosszabb lesz az élettartalma, mivel én nekem még nem volt ilyen probléma egyik gépemmel se. De hogyha azt nézem, hogy az előző generációkban a Xbox 360 és a PS3, sőt még előtte a PS2, nagyon sokszor volt ilyen, ugye ott még nagyon nem volt digitális tartalom, a Xbox 360, PS3-nál már igen, de ott még nem volt ez a nagyon nagy begyűrűzés, hogy digitálisan vegyük meg a játékokat, és igen, sokszor volt ott is ez, hogy a meghajtó cserére szorult a gép. És én szerintem a cégek azért is mennek rá erre most már digitálisan, hogy ezt a hibát megpróbálják minimalizálni, kiküszöbölni. És mindig továbbra is mondom, nem azt mondom, hogy most innentől kezdve mindenki digitális játékot vegyen, mert nem. Ha azt szeretné, hogy a polcán szépen sorakozzanak a játékok, tegye, mert az tényleg rohadt jó néz ki, mutatós, főleg, hogyha tele van Collector's Edition-től kezdve, tököm tudja mi. Én nekem is az lenne a legjobb, hogy egy külön szoba, csak konzolokkal, a világ összes konzoljával, összes játékkal szépen, de amiket lehet látni a YouTube-on, valaki megcsinálta egy fasz a szobát, és polcokon ott végig ott van az összes játék, ami eddig megjelent. Egészen NES-től a mai napig. Hát ez tényleg rohadt jó néz ki. Vagy például vannak azok a hardcore játékosok, az már egy másik réteg, hogy megveszi a játékot lemezes formába, nem bontja ki a celofánból, és megveszi digitálisan is, csak azért, hogy ki legyen neki rakva a polcára. Én ismerek ilyen embert, tehát nem azt mondom, hogy kitaláltam, ilyen létezik. Hát ő megveszi duplán a játékot, hogy rohadt jó nézzen ki, neki az ott van, de nem bontja ki, az istené se bontaná ki, az ki van neki oda faszán rakva, és a digitális formátummal viszont játszik. Na, nagyon szépen köszönöm, megnéztétek a videómat, iratkozzatok fel a konzol.hu csatornájára, én Ati voltam, sziasztok!